Dakar menők és a tereprali nemzetközi ászai uralták a 15. Hungarian Bahát, melynek veszprémi pályáin vízzel, esővel és sárral kellett megküzdeni. Az első kör végén a legtöbb autóról lógott ez az, a side-by-side-osok jó esetben csak a lábukat lógatták a vízbe, rossz esetben ültek benne, és akkor a motorosokról még nem is beszéltünk. Mindenki elmormolt egy halk fohászt, amikor elvonultak a felhők és kisütött a nap, mert az némi száradást és komfortosabb viszonyokat ígért délutánra. Az autók mezőnyében a kétszeres Dakar győztes Nani Roma volt a leggyorsabb, nem először a verseny történetében, hiszen 2013-ban egyszer már nyert itt. Csapattársa, a világkupa éllovas Jakub Szigonski végzett a második pozícióban. A magyarok közül Lónyai Pál ideje korán búcsúzni kényszerült, mert tönkre ment a kuplungja. Osváth Péter azonban félig vakon is küzdött az elemekkel és próbálta felvenni a tempót. A motorosoknak talán még az autósoknál is nehezebb dolguk volt a mély vízben, de azért persze oda tették magukat. A Hungarian Baha tavalyi győztese, Stefan Švitko, ugyanakkor elismerte, annak ellenére, hogy sikerült megvédeni elsőségét, nem volt könnyű dolga. A FIM Baha világkupa összetett pontversenyét vezető Mohamed El Balosi a versenyt a 6. helyen zárta, pedig szembe motorozásért 2 órás büntetést kapott, de nem bosszankodott emiatt, hiszen kategóriáját még így is sikerült megnyernie. A kamionosok mezőnye alaposan megfogyatkozott már az első körben. Mark Löw és Kovács Miklós maradt csak versenyben, a többiek ilyen-olyan problémák miatt kénytelenek voltak kiszállni a küzdelemből, végül magyar győzelem született. A nap végén a veszprémi óváros téren tartották meg az ünnepélyes díjátadó ceremóniát, a győztesek pedig boldogan emelték a magasba a méltán világhírű Herendi porcelántrófeákat.